Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Barta Tusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. Barta Tusek János vagyok, szintén PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom vasesztergályos volt, és még sok mindennel is foglalkoztam, egyebek közt spirituális dolgokkal is. Mára viszont a PPH tanulói csapat szervezése a fő tevékenységünk. Gyulán élünk a feleségemmel, aki itt áll mellettem, és van egy lányunk, aki 13 éves, lassan már 14. A PPH-t azért kezdtem el, mert volt bennem egy ilyen magam által sem felismert szándék, hogy tanulni és segíteni másokon egyszerre. És még ebből is élni, ami ugye nem utolsó ebből a szempontból. Kerestük a helyet, de nagyon nem találtuk. Amikor meg abbahagytam a keresést, akkor találtam a lehetőség egy Facebookos hirdetés formájában, és már 7 éve itt vagyunk a PPH-nál. Életünk legjobb döntése volt, ugye ezt tudom mondani erre. A Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító képzései által minden élethelyzetemet jobban tudom kezelni. A magunk által szervezett tanulók ugye hozzánk fordulnak, és így gyorsabb is a tapasztalásoknak a nyoma, azt lehet mondani, hogy még mélyebben is hat ránk minden, mert sokkal több helyzetet kell megoldani, mint eddig életünkben. És ráadásul nem is lehet belőle kiszabadulni, ami igen egy kellemes érzés, mert meg kell oldani dolgokat. Sose hittem volna, hogy egy ilyen módszer által fogunk majd ekkorát fejlődni. Hát én mielőtt igazából a civil foglalkozás, amin kereskedelmét végeztem, mára már én is a PPH-val foglalkozom, fő foglalkozásban. Párom elmondta, házasságban élünk, van egy kislányunk, Gyulán lakunk. Én amikor rátaláltam a Nyílt Akadémiára, igazából a párom talált először rá, mi nagyon sok fele voltunk, és én úgy mondom, hogy kereső voltam, mert én egy boldog életre vágytam, szerettem volna valóban azt az életet élni, ami szerintem nagyon sok ember, amikor elkezdi az életet, kikerül az iskolából, dolgozik, akkor szerintem mindenkinek megvan az, hogy boldogan szeretnék élni, szeretetben, jó ember szeretnék lenni, és nekem, tehát mint ahogy mondtam is, hogy párommal nagyon sok képzésen voltunk, és azért mentünk mindig ilyen képzésekre, mert szerettünk volna valóban tudást szerezni, mert rájöttünk, hogy nagyon sok mindent nem tudunk jól működtetni az életünkben, és egyik ilyen érzékeny pont volt a párkapcsolat. Igen. És aztán, hogy elkezdett tanulni a párom, nekem is lehetőségem volt vele hallgatni, nem csak az első részekben, a második részekben, és azt mondtam, hogy igen, ez az a hely, ahol én szeretnék tanulni, fejlődni. És mint a párom elmondta, ez már 7. éve, hogy így van, ez életünk végéig így lesz. Megtaláltuk azt a helyet, ahol egy boldog, szabad életet tudunk élni. És a mestert is hozzá. És a mestert, hát a legfontosabb és a leglényegesebb, a Szedlacsik Miklós személyében találtam meg azt a hiteles embert, aki valóban, amit tanít, ő úgy él. Szerintem ennél fontosabb dolog nincs. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Kötelességtudó és felelősségteljes tanító. Ebben példát is mutat a számunkra. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó
illetve motiváló, hogy átlag emberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel érte el az eredményeit. Szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását. Az élet vezette mostani útjára. 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét, és egyre több és több energiát tegyen a mások boldogulásába. Én ezt figyeltem meg. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. A PPH több mint 10 éve jól működő közösség. Szedlacsik Miklós nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgot tanít, amit használ is. 84 óta Budapesten él családjával, feleségével, Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani a saját akaratát és egyéni érdekeit annak érdekében, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen juttatja el segítséget az emberekhez, így csodákra képes. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét együtt lehetünk. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Szerintetek az emberek mit tesznek azért, hogy legyen egy jobb világunk? Az egyén azt gondolja, hogy ő saját maga szintjén nem lehet azért tenni, hogy jobb világ legyen? Tudod, hogy hogy lehet tenni azért, hogy jobb világ legyen? Hogyha mindenki tenne azért, hogy sokkal tudatosabban éljen, akkor egy sokkal jobb világunk lenne. És annyival lenne jobb világunk, amennyivel az emberek tudatosan élnék az életüket, tehát amennyire tudatosan élnék az életüket. Most ha megnézed, milyen életet élnek az emberek, akkor azt látod, hogy valamilyen szinten a legtöbb ember, mondhatjuk azt, hogy a szülei életét éli. Tehát mondjuk ha a szülei alkalmazottak voltak, akkor ő is alkalmazott, ha a szülei vállalkozók voltak, akkor ő is alkalmazott, vagy ő is vállalkozó. De valamilyen szinten még hasonló is. Tehát hány olyat láttál, hogy mit tudom én, egyik szüleje mondjuk tanár volt, ezért ő is tanár lett. Csak most mondtam valamit, vagy ügyvéd volt, ő is ügyvéd lett, vagy orvos volt, ő is orvos lett, vagy mit tudom én. Valamilyen szakmát végzett, és akkor ő is azt a szakmát végezte. Vagy ha nem is pont valami olyasmit, de valamennyire hasonlatos. Tehát az emberek, hát nézd meg, évszázadokon, évezredeken keresztül az emberek úgy éltek, hogy az anya követte, vagyis a gyerek az követte az anyának a szokásait, a fiú az követte az apának a szokásait. Tehát azt jelenti ezeket a szokásokat, hogy elsősorban ugye a fő dolog, amit az életünkben csinálunk, az a tevékenységünk. Ha megnézed, azzal foglalkozol a legtöbbet, ami a foglalkozásod. Nyilván most nem nyugdíjas korról beszélek, hanem arról az időszakról, amikor az ember aktív. Tehát aktív időszakunkban a foglalkozásunkkal foglalkozunk a legtöbbet. Sok mindennel foglalkozunk, de mégis időben, ha megnézed, mit tudom én, 40 órát, ugye annyi egy munkahét durván, nem foglalkozol semmivel, csak a foglalkozásoddal, nem? És ha még hozzáteszed azt, hogy utaznod is kell,
a legtöbb embernek ugye a munkahelyére, oda-vissza, az is időt vesz igénybe, tehát gyakorlatilag semmivel nem foglalkozol annyit, mint a saját foglalkozásoddal. És ha ezt megnézed az embereknek a foglalkozását, ugye régen például valakinek a szülei mezőgazdasággal foglalkoztak, meg mondjuk állattenyésztéssel is, akkor a gyerek is mezőgazdasággal foglalkozott, meg állattenyésztéssel is. Nyilván ez, mivel több száz éven keresztül, több ezer éven keresztül így működött, nyilván ez genetikailag ugye bekerült az ember működésébe, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag valamilyen szinten beléd vagy kódol, beléd van az kódolva, hogy azt kell csinálni, amit a szüleid. De ez nem csak arra vonatkozik, hogy foglalkozás, hogy ha megnézed, mit tudom én, nagyon sok férfinak italozott az apja, ezért italozik ő is, nem? Nagyon sok embernek dohányzott a szüleje, ezért dohányzik ő is. Nagyon sok embernek veszekedős volt a szüleje, ezért veszekedős ő is, nem? Tehát ha megnézed, nagyon sok ember gyakorlatilag, ha jobban belenézne az életében, hát lehet, hogy azt mondanánk, hogy nagyon-nagyon hasonlatos az élete a szüleihez. Na most itt van egy óriási gubanc ezzel kapcsolatban. Az, hogy a világ változott, és ha valaki úgy akar élni, mint a szülei, akkor hát lehet, hogy nem fogja úgy élni az életét, ahogy szeretné. Mármint úgy értve, hogy olyan boldogan nem fogja élni az életét, mint ahogy szeretné. Mit csinálnak ugye az emberek? Volt egy ilyen váltás, ami azt jelenti, hogy megszűnt a mezőgazdaság, megszűnt az állattenyésztés kisüzemben, tehát az azt jelenti, hogy magánjelleggel, tehát ugye magánjelleggel ebből már kevesen élnek. Tehát azt mondja most valaki, hó, hát én nem azt csinálom, mert a szüleim azok mezőgazdászok voltak, vagy állattenyésztéssel foglalkoztak, én meg már nem, mert én följöttem a városba, és a városban, mit tudom én, mondjuk egy cégnél valamilyen foglalkozással dolgozok. Tehát akkor az nem úgy van, ahogy most a Miklós mondja. De akkor megkérdezném, jó, rendben, vajon hány ismerősöd csinálta ugyanezt? Akkor te például nem teljesen azt a mintát követed, amit a szülőt követed, hanem azt a mintát követed, amit az emberek követtek mondjuk abban a faluban. Hogy szépen följöttek a városba, és elhelyezkedtek alkalmazottként. Tehát ami azt jelenti, hogy nem sok sütnivaló kellett ahhoz, hogy valaki ugyanazt csinálja, mint a szülei, vagy ugyanazt csinálja, mint a többi. De akkor mire való az eszünk? Hát nem arra lenne való az eszünk, hogy olyan dolgot csináljunk, ami egyedi, nem? Miért mondom ezt? Mert én olyan dolgot csinálok 87 óta, amit az emberek nagyon kis százaléka. Érted? És ez nem egy dolog, tehát nem 87 óta ugyanazzal a dologgal foglalkozok, hanem elkezdtem 87-ben egy dolgot, amit nagyon kevesen csináltak, utána 91-től megint egy új dolgot, amit nagyon kevesen csináltak, az egész országhoz képest, tehát a lélekszámhoz képest, akkor utána megint elkezdtem ezt mondjuk 2001-ben olyat, amit nagyon kevesen csináltak, akkor megint elkezdtem akkor 95-ben olyat, amit megint csak kevesen csináltak, majd elkezdtem 2010-ben megint olyat, amit nagyon kevesen csináltak, pontosabban 2000-ben amit elkezdtem, az senki. Én kezdtem el elsőként, aztán ugye egyre többen, na mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát, hanem az a lényeg, hogy miért kell neked mások életét élni? Miért nem éled a sajátodét? Hm?
miért kell neked vagy a szüleid életet élni, vagy pedig mit tudom én, a barátaid életét, tehát nagyon hasonlatos az életed a barátaidhoz, vagy nagyon hasonlatos azok, akik ugyanúgy följöttek egy faluból, egy városba, mint ahogy te is. De miért kell olyan életet élni? És ha megnézed, az az élet, az lehet, hogy működött több száz éven keresztül, akár több ezer éven keresztül, érted? De ha most megnézed, hogy milyen élet van, ha azt az életet éled, amit a többség éli, akkor bazi nagy bajba leszel nagyon rövid időn belül. Érted? Tehát ha te bárhol, bármilyen foglalkozásban vagy, vagy hagyományos üzletet csinálsz, ilyen, a hagyományos üzlet az valamilyen kis vállalkozás, akkor te a jövőben bajba leszel. Méghozzá nem távoli jövőben leszel bajba, hanem a közeljövőben. De akkor is bajba leszel, ha például nyugdíjból élsz. Nem tudom, tudod-e, hogy például az építőanyagárak, csak most mondtam egy példát, január óta 20%-kal emelkedtek. Nem tavaly január óta, idén január óta. És bevallottam, van 8,5%-os infláció. Mikor egy nem kis területre ható iparágban volt 20%-os áremelés kettő hónap alatt. A tavalyi évben az építőanyagárak legalább 40%-kal emelkedtek. Tavaly. 12 hónap alatt. Most kettő hónap alatt 20%-kal. De ha megnézed az árak alakulását bármilyen területen, nem tudom, látsz-e csökkenést? Tegnap beszélgettünk egy kanadai állampolgárral, egy kanadai magyarral, ő éppen hallgatja az élő előadást, és ugye nem is én beszélgettem, én csak hallgattam, hallottam a beszélgetést, mert a nejem beszélt az illetővel, és akkor beszéltek a jelenlegi helyzetről, hát hogy mi újság van itt ezen a környéken, ugye hát azt ugye tudja, hogy háború van itt a szomszédunkban, hála Istennek azért nem annyira közel, de lényeg az, hogy háború van, és hát ugye mesélt róla a nejem, hogy ez mennyire hat ki ránk. Csak tudod, mi az érdekes? Hogy ránk hatással van, tehát most erre lehet hivatkozni, hogy miért van áremelés, meg pénzromlás, meg stb. Csak tudod, mi a baj? Hogy ugyanez van Kanadában is. Hoppá. Ami Ukrajnától hány ezer kilométerre van? A föld túloldalán, érted? Szó szerint. És ugyanez van. Ugyanilyen pénzromlás, ugyanilyen áremelkedések, stb. Stb. Érted? Kanadában. És Kanadának mi köze Ukrajnához? Mert nekünk mondhatjuk, hogy az a közünk, hogy határos ország. Hát Ukrajna szállít, mit tudom én, nyersanyagokat, vagy Oroszország szállít nyersanyagokat Kanadának? Nem hiszem. Érted? És akkor miért van ott hasonló helyzet? Jó kérdés, nem? Ja, lehet arra annak mondani, hogy hát nem volt a kamionsztrájk, tudod, kamionosok sztrájkja. Ez a lázadása. Ráfogni bármit, bármire lehet, nem? Na most tisztába kellene már azzal lenni, hogy minden arról szól, hogy a bolygó lakossága óriási mértékben lecsökkenjen. Minden erről szól három éve, több, most ez a harmadik éve. Érted? Már előtte is erről szólt, csak nem nyíltan. Most már nyíltan, ha nem hiszed, nézz utána.
nyíltan erről szól, hogy a bolygó lakosságát le kell csökkenteni. Ez egy 100 éves terv. Oké? Ha nem hiszed, járj utána, utána tudsz nézni. Mit tudom én, hogy hívják azt az űrgét, aki ezt az elméletet kidolgozta, vagy 100 évvel ezelőtt? Jó? Hogy hívják? Kalergi. Kalergi? Jó, oké. Szóval, itt egy kérdés van, hogy te a jövőben életben maradsz, vagy sem. Ez a kérdés. Hogy sikerül-e elérni nálad, hogy önként meghalj? Nem vicc, ez komoly. Önként. Ha mi az önkéntes meghalás? Az, hogy olyan állapotba kerülsz magadtól, hogy azt mondod, hogy bárcsak már meghalnék. Érted? Hallottál már ilyet emberektől? Ne tántán, hogy azt mondta, hogy bárcsak már nem élnék. Én nem is tudom, hány embertől hallottam már ilyet életemben, rengetegtől. És azok szerinted sokáig maradtak életben? Biztos, hogy nem. Így van. Na, ezt akarják elérni. Érted? Hogy az emberek oda jussanak, hogy azt mondják, hogy bárcsak meghalnék. Érted? Tehát nem kell ehhez, mit tudom én, gyilkosságokat elkövetniük, nehogy azt hidd. El lehet azt szépen úgy érni, hogy az emberek úgy érezzék magukat, hogy reménytelen a jövő. Érted? Mondom, itt egy dolog van, egy kérdés van, hogy te a jövőben életben maradsz, vagy nem? Mi ez a jövő? Nem 50 év múlváról van szó, hanem mondjuk 2026, 6 éven belül. Nem, az hány éven? 4 éven belül, bocsánat. Érted? 4 éven belül. Életben maradsz, vagy nem? Itt erről szól a történet. Hogy lehet? Erről beszéltem valamelyik nap, lehet, hogy az előző díjmentes előadásban volt. Hogy lehet ezt elérni? El kell az emberektől venni azt, ami a legfontosabb számukra. És mi az emberek számára a legfontosabb? Na, hadd halljam! A pénz, a money, így van. A lóvé, így van. Értitek? És hogy lehet elvenni? Hát ennek a legjobb módja, infláltatni kell a pénzt. Érted? Minél jobban infláltatják a pénzt, annál kisebb a vásárlóértéke, és neked ugyanannyi pénzért sokkal kevesebbet adnak. Majd egyszer csak azt látod, hogy már alig tudsz azért, ugyanazért a pénzért venni valamit. Mint éppen valaki írta, hogy még pár évvel ezelőtt 15 ezer forintért még tele tudta rakni a bevásárlókocsit, érted, a élelmiszerrel, egy, most meg el tudja vinni egy szatyorban a 15 ezer forintnyi dolgot. És eltelt pár év. Na hát, és a jövedelmed emelkedett olyan mértékben? Hát van, akinek igen, jó, hát van, akinek igen, de a többségnek. Például a nyugdíjasoknak emelkedett annyival a nyugdíjuk? Hát körülbelül az a mérce, mondjuk a nyugdíjemelés mértéke, körülbelül az a jövedelem emelkedés mértéke, körülbelül ugye az egál, körülbelül ugyanaz, százalékosan természetesen, körülbelül ugyanannyi százalék. És akkor mi lesz veled? Mi lesz veled, hogyha a pénzed vásárló értéke az töredéke lesz? Hm? De nem ez lesz a fő problémám, hanem az lesz a fő probléma, hogy elérik, hogy rossz állapotba kerülj. Érted? És
az az ember, aki lesüllyed a depresszió szintjére, tehát a depresszió az egy ilyen magába fordult ember, aki teljesen magába van fordulva. A depresszió szintjén az embernek a gondolataiban olyanok fogalmazódnak meg, hogy semmi értelme az életemnek, meg kellene halni. Érted? És ha elérik azt, hogy ezt, hogy oda jussanak az emberek, akkor szépen maguktól meghalnak. Érted? Tehát az, nem tudom, tudod-e, hogy a betegségeket azt a saját gondolataink idézik elő. Ezt úgy hívják, hogy pszichoszomatikus betegség. A tudomány mai állása szerint a betegségek 85%-a az pszichoszomatikus eredetű. Na most valójában a betegségek 100%-a pszichoszomatikus eredetű, tehát minden betegséget a gondolataink idéz elő. Tehát amikor az ember meg akar halni, akkor előidéz olyan betegségeket, ami ő számára halálos lesz. Világos ez? Tehát mikor valaki azt mondja, hogy de én még nem akarok meghalni, akkor tudod mi lesz? Csak annyi lesz, hogy hosszasabban fog szenvedni. Ennyi lesz a különbség. Most ez nem elkeserítés, csak hogy lássátok a valóságot, mert ha nem látod a valóságot, akkor nem tudsz egy jobbra felkészülni, mert te azt hiszed, hogy magától a dolgok megjavulnak. Magától a dolgok soha nem javultak meg. Ha elromlott otthon bármilyen műszaki dolgot, hányszor javult az meg magától? Soha. Egyik se. Ha az autód elromlik, meg szokott javulni magától? Tehát semmi nem javul meg magától. Főleg, képzeld el, ha mit tudom, tudnád, hogy rossz az autód, és még tovább rontanád azzal, hogy jársz vele, érted? Akkor biztos lehetnél benne, hogy még rosszabb lesz az autód. Na ugyanez az életünk. Az emberek most így élik az életüket. Úgy élik, hogy van egy rossz élet, és használják ugyanúgy tovább, ahogy eddig. Nem tesznek érte a javításért semmit. Semmit. És attól miért lenne jobb? Azért, mert ugyanúgy élik az életüket? Hát gondold végig, van egy hibás autód, és ugyanúgy közlekedsz vele, akkor rosszabb lesz. Szikrát sem fog javulni. Érted? Csak rosszabb lesz. Ugyanilyen, pont ugyanilyen az élet. Ha az életed rosszabb, és nem teszel azért, hogy jobb legyen, tehát nem javítod meg az életedet, akkor ha ugyanezt azt teszed, mint akkor, amikor jó volt az életed, akkor nagy bajba fogsz kerülni, tehát magyarul még nagyobb problémája lesz az életednek. Érted? Ez egy természeti törvény. Hogy valami megjavuljon, azért tennünk kell. Tehát nem elég, hogy ugyanazt csináljuk, mint eddig. Érted? Na most, hogyha például elromlik az autód, akkor mit csinálsz? Hát szakemberhez fordulsz, ha nem értesz hozzá, nem? Lehet azt is csinálni, hogy fogod és azt mondod, hogy na akkor elmegyek autószerelő tanfolyamra, hogy meg tudjam szerelni az autót. Csak ugye azzal az a baj, hogy kicsit hosszadalmas az ügy. Lehet, hogy eljutsz oda, hogy majd megszereld az autót pár év múlva, érted? De kicsit hosszadalmas lesz. Tehát ezért mit csinálsz? Mit csinál a legtöbb ember? Szakemberhez fordul. Egy olyan szakemberhez, aki megjavítja az autóját. Na akkor nézzük, hogy az életünkkel mi a helyzet. Ugyanez? Ha az életed nem... tehát az életed kezd elromlani bármilyen területen, milyen területek vannak, nézzük már meg, jó? Van itt 10 életterület. Ha ez a 10 életterületen azt látod, hogy romlás, bármelyiken romlás van, nem kellene javítani? Tehát hál' Istennek sok olyan ember úgy gondolja, hogy dehogy nem.
nem kellene szakemberhez fordulni? Hál' Istennek sokan azt gondolják, hogy dehogy nem. De ha például elromlik az autód, mit szoktál csinálni? Lehet, hogy te nem csinálod, én biztos, hogy csinálom, pedig a szakmám, alapszakmám, de olyan dolog van, akkor inkább nem csinálom, tehát nem ér nekem annyit az idő, és de megkeresem árértékbe a környezetemben a legjobb szakembert, érted? Árértékbe. Az azt jelenti, hogy jó is legyen, meg az ára is jó legyen. Oké? Tehát jó szakember is legyen, meg az ára is jó, jó legyen természetesen. Na most, nem valószínű, hogy az életünkkel kapcsolatban is ugyanezt kellene csinálni? Tehát lehet autót szerelni úgy, hogy 10-szer annyiért szereli az egyik, mint a másik, érted? És semmivel nem lesz jobb az az autó attól, hogy 10-szer drágábban szereli. Ugyanúgy az életünkkel is lehet olyan szakemberhez fordulni, ami 10-szer annyit kér, de hát az életterületén még olyan is előfordul, hogy 100-szor annyit kérnek, vagy 1000-szer annyit kérnek, érted? Mert az életedről van szó. Az életed az fontosabb, mint az autód, legalábbis a legtöbb ember számára az élete az fontosabb, mint az autója. És ezáltal ugye simán lehet azt mondani, hogy akkor én nem 10-szer, nem 100-szor, hanem 1000-szer annyit kérek, mint más. Tehát, de hát nem ott is abban kellene gondolkozni, hogy árértékben kik nyújtanak a legtöbbet? Vagy ki az a szakember, aki a legtöbbet nyújt? És ugyanígy tehát az életünkben is. Itt van egy iskolánk, egy olyan iskola, ahol arra adunk megoldást, hogy ezekkel mind tudjál bánni. Van ennek egy oka, hogy miért kapod ezt? Mert nekem van egy olyan képességem, hogy rajtam keresztül a fentiek üzennek. És azt üzenték, hogy lejárt az időnk, és örüljünk, hogy még élünk. Az időnk lejárt, az emberiség ideje lejárt 2012. december 22-vel. Szó szerint. És örüljünk, hogy létezünk itt a Földön. És azt üzenik, hogy még egy van egy utolsó határidő, 2035, addigra aranykornak kell lenni a bolygón. Aranykornak kell lenni a bolygón. És gyakorlatilag minden áron aranykornak kell lenni. Érted? Ez azt jelenti, hogy akármilyen létszámmal aranykornak kell lenni. De nyilván nem pár ezer főről van szó, vagy pár tízezer főről, hanem ennél sokkal, de sokkal nagyobb. Most, aki be tudhatna jutni az aranykorba, mint ember, ha tanulna, tehát nem jelen pillanatban, tehát ha tanulna, és ezáltal, hogy ha tanulna, bejuthatna az aranykorba, az a bolygó 70%-a. 70%. Ha tanulna, de az macerás. Az embereknek van egy komfortzónája, és már nem fér bele az a legtöbb embernél jelen pillanatban, hogy ő plusz energiát fordítson olyan dolgokra, ami azt eredményezi, hogy neki jobban menjen az életben a dolga, bármilyen területen. Tehát magyarul nagyon sok ember azt gondolja, hogy ő semmilyen energiát nem kíván arra ráfordítani, hogy neki jobban menjenek az életben a dolgai. Lehet, hogy például egy olyan kreatív emberről van szó, aki anyagi szempontból a jéghátán is megél, aki azt mondja, hogy semmi gond, itt volt a Covid kérdés, én azban az időszakban is megéltem, mondja az illető, mert kihasználtam a lehetőségeket, és nem érdekel, hogy milyen világ lesz, én akkor is kihasználom a lehetőségeket, csak mondanám, hogy attól te kevés vagy. Miért? Mert 2035-re neked nem lesz annyi tudásod, hogy bejuthass az aranykorba. Pont. Ennyi.
Miért? Mert az aranykorhoz az kell, hogy önzetlen legyél. Hány önzetlen vállalkozóval találkoztatok már életetekben? Szóval képessé kell válni arra, hogy szeretetben, békében, boldogságban együtt működjön az ember másokkal. És ha az ember ezt nem csinálja, más csinál helyette, attól nem fog bekerülni az aranykorba. Attól, hogy ő azt gondolja, hogy ő a jéghátán is megél. Ugye mi mivel foglalkozunk? Azzal foglalkozunk, hogy rendszeres tudást nyújtunk az embereknek. Szerdán és vasárnap van élőképzés. Az élőképzések fölkerülnek az internetre, a weboldalunkra, ahol nézhető felvételről a képzés tovább. De nem csak nézhető, hanem hallgatható is. Az élő adások is nézhetők, és külön hallgathatók is. A nézés az tévén történik, tehát videó formájában, a hallgatás pedig rádió formájában. Hát nyilván nem úgy nézed, hogy rádió hallgatod, videón nézed, hanem a videónak van külön hangja is természetesen, de van természetesen lehetőség külön, sokkal kisebb internet igénybevétele mellett, hogy az ember rádión hallgassa az előadást. Most is megy ugye az élőadás rádión is, külön a videótól. És ugyanez, az élőadások azok fölkerülnek videóra is, meg hangfelvételre is. Ami annyit jelent, hogy nézheted bármikor tovább videón, még egyszer, vagy akár többször, vagy hallgathatod rádión akár hányszor. A rádiót érdemes is letölteni. Miért? Mert az kis igény, tehát kis helyigénnyel bír, tehát sokkal kisebb helyigénnyel bír. Tehát az azt jelenti, hogy egy havi rádióadás, ami körülbelül 30 óra, az nincs annyi, mint egy videóadás terjedelemben. Tehát terjedelemben, internet és tárolókapacitás igényvételben. Tehát lényeg az, hogy miért mondom ezt? Mert én úgy gondolom, hogy ha az ember fejlődni akarna, akkor ahhoz kevés a mondjuk a heti 6 óra. És az ember csinál sok mindent, és közben lehet hallgatni az előadást. Oké? Hogy az ember folyamatosan tudja magát szinten tartani. De miért kellene ez? Mi az, hogy aranykor? Tehát az aranykor egy átmeneti korszak. Az aranykor ez egy olyan korszak, ahol nincs elnyomás. Nincsenek elnyomók. Azért van elnyomás, mert vannak elnyomók. Akkor nincs elnyomás, ha nincsenek elnyomók. Értjük ezt? Tehát az azt jelenti, hogy ezért csak azok kerülhetnek be, akik már megtanulják addigra, hogy ne nyomjanak el másokat. Ma jelenleg a bolygó elvileg 80%-a, gyakorlatban több mint 90%-a valamilyen szinten rendszeresen elnyomoskodik. Elnyomoskodik a bolygó nagy része. Pedig a legtöbb ember az nem elnyomó. Minden ötödik ember a bolygón elnyomó. Ők eleve ki vannak csukva az aranykorba. De az elnyomók hatnak a nem elnyomókra. És a nem elnyomók úgy működnek, hogy egyszerűen továbbadják az elnyomást. Náluknál gyengébbeknek. Oké? Na most ezáltal, és gondold végig, tehát náluknál gyengébbeknek. Ha te rád hat az elnyomás, akkor te gyenge vagy. Világos voltam?
ha nem kellene erősödned? Hm? És fogsz tudni egymagad? Hm? Tudni nem? Tehát azok az emberek, akik nem tanulják meg azt, hogy, hogyan kezeljék az elnyomást, azok hol van? Menjünk oda. Ide visszajövünk. Azok nem kerülnek be az aranykorba. Érted? Miért? Mert hiába szociális emberek, továbbadják az elnyomást. Hány olyan emberrel találkoztál az elmúlt két évben, hogy ez a Covid mizéria, ami volt, ez mondjuk agresszívvá tette? Tehát, hogy az illető agresszívabb lett, mint volt. Hány ilyennel találkoztál? Ami azt jelenti, hogy kapta a Covid elnyomást, és továbbadta neked. Vagy adta volna, ha nem jó. Ha jó kezelted, akkor adta volna. Érted? Na most, ugyanez. Hány ember most emiatt a háború miatt, hát mondjuk nem túl jó állapotba került. Most, hogy finoman fejezem ki magam. És szerinted a következő időszakban, vagy már hány olyan emberrel fogsz, vagy találkoztál már, akik emiatt, ugye nem úgy olyan hangulatban viszonyultak hozzád, mint esetleg előtte. Tehát mert felidegesítette őket ez a háború, és akkor az idegességét rajtad akarja levezetni. Találkoztál ilyennek? Na most akkor gondold végig, hogy ez az, amikor kap az ember egy elnyomást, nem tudja kezelni, és akkor felidegesíti magát azon a dolgon, de az se jobb, hogyha bánatos leszel azon a dolgon, az se jobb, és ezt szépen a közeli hozzátartozókon, vagy akik éppen kéznél vannak, azoknak továbbadod. Például, jaj, szegény, menekültek, jaj, Istenem, és hazamész így, és jaj, otthon ugyanezt csinálod, érted? Hát szerinted nem fogsz hatni arra, akivel szemben ezt csinálod? Hát, hogy pozitívan nem fogsz hatni, az biztos. Az 100%. Csak negatívan. Tehát, hogyha rád hatott a két év, ami eddig volt, érted? Akkor tuti, hogy te hatottál a környezetedben lévő emberekre negatívan. Magyarul tovább passzoltad azt az elnyomást, amit megéltél. Miért? Mert nem tudtad kezelni. Érted? Most itt van ez a háború. Nehogy azt higgyétek, én azt hittem, ez 10 nap alatt lezajlik. Hát persze, ha ők valóban azt akarták volna, hogy elfoglalni azokat a területeket, amit akarnak elfoglalni, akkor ez lement volna 10 nap alatt. Mert egyszerűen azt mondták volna, hogy na, akkor hozzuk az elitet, meg hozzuk a technikát, és süty, pár nap alatt gyakorlatilag lezongorozzák az egészet. És akkor most valamilyen oknál fogva, mint a rétes tészta, olyan lett az az egész, nem? Nyújtják, így van.
Az egészet húzzák, halogatják, mit tudom én, van egy 60 kilométeres konvoj, akkor az tényleg van, csak úgy mondom, az csak ott áll, érted? És nem mennek, és akkor kitalálnak mindenféle dolgot, hogy miért áll ott a konvoj, mert nincs üzemanyag, meg ilyen baromságot, az oroszoknak nincs üzemanyaguk, hát ez valaki elhiszi, hogy az oroszoknak nincs üzemanyaguk, hát ez meg nincs utánpótlás, egy ilyen hülyeségeket elhisznek az emberek, érted? És találgattak, hogy miért áll ott a 60 kilométeres oszlop, érted? Menetoszlop, katonai menet, orosz menetoszlop. Ami, gondold végig, mennyi katona lehet abba? Iszonyú sok, meg mennyi technika lehet abba? Iszonyú sok. És akkor ott áll, és miért? Tehát ez időhúzás. Miért húzzák az időt? Miért húzzák az időt? Valami oka. Persze. Majd utólag kiderül, hogy mi az a? Hát nyilván, most figyeld, hogyha csak egy teóriát mondanék, jó? Aztán végig gondolod, hogy ez a teória mennyire működik, vagy nem. Honnan tudod, hogy nem egyeztettek, mielőtt a háború elkezdődött, mondjuk a Putyin, meg a Biden kormány, meg a, nem azt mondom, hogy a Biden, mert az ilyen szenilis, hanem a kormánya, tudod? Hanem a kormánya, tehát ő csak egy ilyen bábott az amerikai kormány élén. De az az amerikai kormány, meg esetleg az EU vezetés, vagy belevonva természetesen az angol vezetést is, mint világhatalmat. Honnan tudod, hogy nem egyeztették azt, hogy na, akkor csináljunk egy kis háborút? Érted? És mert hát a Covid-dal már sokáig nem lehet ebbe vacakolni, valami nagyobb durranást kéne csinálni. A bomba az durran, tudod? A Covid az nem durran, de ez, ennek már hangja is van, tudod? Ez nem csak ilyen lappangó dolog. És honnan tudod, hogy ez nem megtervezett ez az egész, nem a Putyin által, hanem közösen, érted? Azért, hogy ez legyen a következő olyan dolog, ami azt idézi elő, hogy az embereknek még rosszabb hangulata legyen, a gazdaság még szarabb állapotba kerüljön, a kereskedelemnek még rosszabb legyen, érted? Ezáltal az emberek, mivel ugye pénzmániások, akkor a pénzük értéke is lecsökken. Honnan tudod, hogy nem ez van? Mert ha itt a háborúról szólna, meg a területfoglalásról szólna a dolog, akkor ez lezajlott volna 10 nap alatt. És ez nem az ukránoktól függött, hogy nem zajlott le 10 nap alatt. Ha valaki azt hiszi, hogy az ukránoktól függött, akkor óriási tévedésben él. Ez az oroszoktól függött, hogy nem zajlott le 10 nap alatt. Hát figyeld, januárban volt egy kazak felkelés, Kazasztán megnéztem, az egész Európának a fele, tehát ugye Európában benne vannak a tengerek is, meg egyéb, de ott a szárazföld gyakorlatilag Kazasztán, és területileg akkora, mint a fél Európa, és egy hét alatt rendet raktak az orosz elit. Az orosz elit. Nem a 70-es évek technikájával, hanem a modern technikával. Egy hét alatt rendbe raktak ott. Úgy, hogy behívták őket. Tehát ezért azt gondoltam volna, hogy hát akkor itt mondjuk legyen 10 nap. De nem így van, hanem nyújtják a tésztát, érted? Nyújtják. Miért? Hát gondold végig. Honnan tudod, hogy ez esetleg nem megbeszéltek ezek a oda-vissza szankciók? Érted? Előre. Honnan tudod? Ja, mert a média nem ezt mondja. Hát a média úgy hazudik, ahogy akar. Ha bármilyen ember úgy hazudik, ahogy akar, nem? És a médiát kikírják? Emberek. Nem? Kik csinálják? Emberek. Mivel az emberek úgy hazudnak, ahogy akarnak, ezáltal a média is úgy hazudik, ahogy akar, nem? Tehát mondom, gondold végig.
És ugye mire megy ki a játék? Hát most már azt látni, hogy arra megy ki, hogy tényleg tönkre tegyék gazdaságilag az embereket. Nem Amerikát, mindenkit. Hát itt mindenkit. Hát az egész világot. Tehát itt, de hát itt nem, nem Putyinról szól a történet, meg nem, mit tudom én, Bidenről szól a történet, meg ilyenekről, hanem a háttérhatalomról, amely 13 család, amelyben olyan családok vannak, hogy például a Romanovok azok Oroszország, az Oroszország, akkor a Rothschildok az Európa, oroszok nélkül, akkor ugye például Észak-Amerika vagy Amerika az meg Rockefeller, érted? Rockefeller. És akkor így mehetnénk tovább a 13 család, hogy melyik részt tudja magának. Az angolok, azok a Windsorok. Jó? Tehát az angol birodalom, India, stb. Az a Windsor család. Ausztrália az a Windsor család. Oké? És itt erről szól a történet, hogy ezek találtak ki olyan dolgot közösen, érted? Hogy akkor hogyan érjük el azt, hogy az embereknek a hangulata az lemenjen olyan szintre, hogy feladják az életüket. Valamelyik nap kinézek az ablakon, gyönyörű szép kék ég lett volna, tényleg, és látom a chemtrail csíkokat, de rengeteg, ami azt jelenti, hogy lent direkt megnéztem, 10 km órás szél volt, tehát lent ezt mutatta az időjárás jelentés, a per pillanat időjárás jelentés, hogy 10 km-es szél van Budapesten, és gondold végig, hogyha itt 10 km van, akkor ott fönn mennyi? Sokszorosa, persze. Így van. Ami azt jelenti, hogy ugye mi a chemtrail, de várjál, akkor menjünk. Húzzák a repülők a kondens csíkot, tudod? És ha szél van, a kondens csík így... Tehát ahogy megy a repülő, úgy fújja el a kondens csíkot. De ha tök szél csend van fönn, akkor is a kondens csík viszonylag rövid idő alatt szétoszlik, érted? És nem olyan, hogy a negyed égboltot egy csík beteríti, érted? Na most fölnézek az égre, és mutatom a páromnak, és figyeld már a chemtrailt, a kondens csíkot, de mindjárt mondom, mi a chemtrail, a kondens csíkot, figyeld már, hogy mit tudom, a negyed eget egy kondens csík beterít, érted? Egy. Hát nem, ilyen se életben nem volt, ugye ezt tudjuk, hogy ilyenek vannak, és végig hosszan, tudod, átível az egész égbolton, és nem egy volt, hanem vagy három-négy ilyen bazi széles, és a szép kékeget tök elhomályosította. Na most állítólag ezt azért csinálják olyan repülőkkel, ez ilyen alumínium valami vegyület van belekeverve, és azt szórják kifele, repülők, azért, hogy csökkentsék ez az indok, hogy csökkentsék a napsugárzást. És hogy a felmelegedést, a globális felmelegedést csökkentsék. Na most én csak, ugye is nyilván erre mi a legjobb? Hát valami csillogó vackot be lesz főszórni, érted, ami visszaveri a... Ezt valami barom kitalálta. De hát ugye azt tudni kell, hogy az alumínium az kifejezetten a szervezetre mérgező. És az alumíniumnak minden vegyülete mérgező a szervezetre, ezért szüntették meg az alumínium edények, meg kanalak, villák gyártását. Mert kiderült, hogy bármilyen alumínium vegyület vagy ötvözet, teljesen mindegy, az ártalmas az ember szervezetre, rákkeltő. Rákkeltő. Na most, hát gondold végig, hogy olyan repülőgépek mennek, amelyek ezt szórják, érted?
nemzetközi egyezményeket kellett ehhez aláírni, hogy szórhassanak gépek ilyeneket, hogy áthaladhassanak az országon, érted? Minden további nélkül, hogy ilyeneket szórhassanak. Ez titkos nemzetközi egyezményeket írtak alá. Vagyis legalábbis lehet, hogy az maga nemzetközi egyezmény az nem volt titkos, csak ez a része, érted? Ez nem került ki valahogy a köztudatba, hogy innentől kezdve ilyenekkel fogják szórni az égboltot. És én mondtam is a nejemnek, hogy ki nem megyek most a lakásba, de tényleg, akartam volna futni, megláttam a chemtrailt, na mondom, akkor a futás az ma elmarad sajnos, mert ugye ráadásul futásra az ember sok levegőt használ el, és maszkba fussál te! Szóval lényeg az, hogy most gondold végig, hogy ilyenekről se tudunk, pedig csak ennyit kell csinálni, hogy fölnézel az égre és látod, és időnként nem csak az órod elé kell nézni, hanem az égre is, és lényeg az, hogy olyan dolgok vannak, tehát csak ez a chemtrail, ez emberek beszívják a chemtrailt, mert az leszáll, szépen lassan lehetett látni, hogy oszlik szét és jön lefele, ugye azért terítette be már az égbolt nagy részét, mert már lejjebb jött, és beszívják az emberek, hát és akkor csodálkoznak, hogy olyan betegségek jönnek létre, ami esetleg nem jött volna létre akkor, az biztos, hogyha ez nem lett volna, akkor ugye, tehát most csak azért mondom, hogy gondolkozz, hogy te higgyél a hatalomnak, nekem tök mindegy kinek hiszel, de a hatalomtól függ, hogy az élelmiszerekbe rakhatnak-e vegyszereket vagy nem, érted? A hatalomtól függ, hogy miben mennyi mérgező anyag van, érted? Most mondok példát, itt vannak például a dízelautók. A dízelautóknak nem volt semmilyen részecske szűrője régen, tudom, mert autószerelő az alapszakmám, hanem egyszerűen a kormot kipufogták, és tudod mit csináltak? Ilyen nagy koromszemcséket pufogtak ki, és azt láthattátok is, mert mindenütt ott volt a rengeteg koromszemcse, és akkor kitalálták azt, tehát ugye mivel nagy, nehéz a faj súlya, ezért a korom rögtön leszállt, érted? Tehát az nem volt képes arra, hogy lebegjen, mert nagy volt a fajsúlya. Most kitalálták azt, ugye már két évtizede, hogy akkor a korom méretét csökkentsük különböző szűrőkkel, tehát folyamatosan egyre kisebb koromszemcsék repülnek ki az autókból, érted? És ez mit eredményez? Az, hogy könnyebb lett a fajsúlya, és az azt jelenti, hogy lebeg, sokkal hosszabb idő kell neki, mire leszáll, ha egyáltalán leszáll, érted? Na most ez mit jelent? Az emberek beszívják, és százszor egészségtelenebb, azóta vannak az allergiások, nem vicc, a mindenféle allergiás, az ilyen levegő allergiára gondolok, nem a tej allergiára természetesen, hanem ugye ez a szénanátha-szerű allergia, azóta vannak, mióta ezek a részecske szűrőket elindították, érted? Amióta csökkentették a kormok méretét. Tehát minden autó kormoz, ha nem vízzel megy, vagy árammal, de ha meg árammal akar menni az az autó, azt valaki előállította azt az áramot, és az nagy részben még a földön szénből állítják elő az áramot, érted? És utána más részben pedig kőolajból állítják elő az áramot, tehát nagy részben a bolygón
valami, nem is tudom, valami 85%-ban vagy nem is tudom milyen arányban a bolygón az áramot foszilis anyagokból, tehát szénből, kőolajból állítják elő, akkor milyen, hogy hívják, tehát szervezetkímélő ez a dolog. Arról nem is beszélve, hogy a gyártás is sokkal, nem az, hogy tehát nem is gazdaságtalanabb, hanem szennyezőbb. Az elektromos autók gyártása sokkal szennyezőbb, mint egy más autó gyártása, egy benzines vagy egy dízel, de nem ez a lényeg. Na, de gondold végig, tehát egy olyan világban élünk, hogy gyakorlatilag megtehetnék azt, hogy a szennyezést normális körülmények közé szabályoznák, érted? Ami azt jelenti, hogy azt mondják, hogy nem lehet élelmiszerben vegyi anyag, érted? Az a korom az inkább szálljon le és ne lebegjen. Na most onnantól kezdve semmit nem tesznek ezért, sőt, ellentétesen működnek. Akkor gondolod, hogy ők bármit is érted tesznek itt a világban? Vagy az emberekért? Akkor mondjuk azt, hogy mi értünk emberiségért. Tesznek valamit? Tudod, mit tesznek? Hogy minél több pénzt vagy vagyont fizes be nekik, vagy adjál nekik, érted? Azt tesznek értünk. Tehát ha bármit keresel ezen a bolygón, ezek a család, bármilyen pénzt keresel, érted? Ezek a családok részesülnek belőle. Itt a Rothschildok, ott a Romanovok, ott a Rockefellerek, stb. Stb. Vagy a Windsorok részesülnek belőle. Tehát csak azért, hogy gondolkozz el, egy olyan világot élünk, ahol nem számíthatsz a hatalom segítségére. Mátyás óta mi magyarok nem számíthatunk a hatalom segítségére. Tehát 600 éve semmilyen hatalom, ami itt volt, annak a segítségére nem számíthattunk. Minden hatalom, ami az elmúlt 600 évben itt volt Magyarországon, az csak a népnek rosszat tett. Még csoda, hogy élünk, komolyan mondom, mint nép. És ugyanígy, ha ezt megnézed bárhol, ugyanez van máshol is. Ugyanez. Lehet, hogy nem ennyire durva, de máshol is hasonló a helyzet. Tehát attól, hogy például, mit tudom, az ő népét úgy szolgálta, hogy leigázott más népeket, és azáltal az ő népének jobb lett, mondjuk az angoloknak, vagy a franciáknak, vagy a spanyoloknak, vagy stb. Stb., vagy a hollandoknak, vagy a portugáloknak, vagy még sorolhatnám, attól az szerinted tisztességes? Tehát, hogy úgy boldogul egy ember, vagy egy család, hogy másokat elnyom, ez tisztességes? Vagy kizsákmányol, az tisztességes? Tehát ezek a családok soha nem segítettek senkin. Tehát ha egy társadalmon segítettek, de az biztos, hogy olyan áron, hogy egy más társadalmat meg kiirtottak, vagy elnyomtak, vagy stb. Stb. Érted? Vagy kizsigerelték őket, vagy kizsákmányolták őket, úgy. De úgy, hogy önzetlenül, ezek sose. Sose, és nem is fognak segíteni. Önzetlenül sose. Tehát ezek lepaktáltak az alsó entitásokkal. Lepaktáltak. Milyen alsó? Mit jelent az, hogy alsó entitás? Az azt jelenti, hogy negatív, nem emberi lények. Ugye ezt úgy tanultuk annak idején, hogy pokolfajzatok. Ha pokolfajzatokkal lepaktáltak. Szó szerint. Hát szó szerint. De vannak mennybéli lények is. Oké? Ugye azok nem pokolfajzatok, hanem azok más energiájú entitások. És azok azt akarják, hogy olyan életet éljünk, ahol vissza tudunk jutni abba az életbe, ahonnan jöttünk. Tehát egy olyan életbe, ahol szeretet, béke és boldogság van.
lehet menni a pokolfajzatok közé, nyugodtan. Nem gátol meg senki se, de hogy ott nem leszel boldog, az hód biztos. Vagy egy olyan fajta életet lehetne élni, nem emberként, hanem mondjuk angyalként vagy isteni lényként, ahol a szeretet és a béke és a boldogság uralkodik. Ahol nincs önzés, ahol nincs nem elfogadás, ahol nincs ellenségeskedés. Amikor ők ellenségeskednek, a fentiek, akkor megvédik magukat. Érted? Csak abból a célból ellenségeskednek, mikor megtámadják őket. Világos ez? Tehát nehogy azt hitt, hogy nem tudják magukat megvédeni. Meg tudják. Tehát tudnak ők nagyon ellenségesek lenni olyanokkal, akik megtámadják őket. De egyébként olyan barátságos lényekről van szó, amit csak el lehet képzelni ebben a fogalomkörben, hogy barátságos. Érted? Tehát egy olyan világból jöttünk, ami egy nagyon barátságos létforma. Érted? És egy olyan világba kellene visszatérnünk, ahonnan jöttünk, ebbe a nagyon barátságos létformába. Tehát nem a testünket kellene szeretni elsősorban, mert a testünk az egy mulandó dolog. Van benned egy olyan lélek, amely viszont örök, amely egy barátságos környezetből jött, és egy barátságos környezetbe akarna tartani. De az, hogy oda tudsz-e tartani ebben a barátságos fenti létformában, attól függ, hogy te itt az életedben, most a jelenben mit csinálsz. Soha az életben nem volt még olyan, mióta ez az emberiség létezik, hogy tömegesen juthassanak be vissza az emberek a magasabb létformába. Ilyen soha nem volt. A tömegesség az azt jelenti, hogy milliók, tízmilliók, százmilliók vagy akár milliárdok juthatnának vissza. Ez most utopisztikusnak tűnhet, de erre van esély, hogy ez megtörténjen. Na most olyan nem volt. Olyanok voltak, hogy a bolygó lélekszámához képest egy nagyon alacsony, minimális százalék, ezrelék, tízezrelék, százezrelék vagy még annál kisebb rész jutott vissza a fenti létformába. Most a történelem során, itt az elmúlt 4000 évben ez az első olyan alkalom, ahol lehetőséget kapott az emberiség arra, hogy tömegesen juthassanak vissza. Ehhez átmeneti kor az aranykor. Oké? Ha most gondold végig, bekerülsz az aranykorba, és akkor meghosszabbítják az életedet. Jó? Tehát tesznek azért, hogy mit tudom én, ne tudom élni 80 évet, vagy 90-et, mondjuk jó esetben, és akkor ne 90-et évet élj, hanem mondjuk 150-et. Érted? De úgy, hogy közben nem öregszel. 90 évesen? Nem 90 évesen. Hát persze, valaki 90 éves korára lesz, vagy 90 éves lesz 2035-ben. De ott az aranykorban még lesz gyerekszületés, csak úgy mondanám, hogy lesz gyerekszületés, ami azt jelenti, hogy ott meghal valaki, akkor még oda tud születni egy olyan családba, érted? Tehát aki, de nem tudom, tudjátok-e, hogy akár azt meg lehet csinálni, hogy mondjuk 20-30-40 évet visszafiatalítani. Tehát ezt fogják csinálni, hogy visszafiatalítás lesz. Jó, most ez a kérdés, hogy jó, benne vagy, de mit teszel azért, hogy benne legyél? Ugye ez a kérdés. Tehát nem is sejtitek, hogy már léteznek információm avval kapcsolatban, amit most elmondtam. Most sejtitek, jó.
sőt még technikáim is ezzel kapcsolatban, csak még ez korai, korai még átadni. Jó? Illetve abban a körben korai, akik jelenleg még itt vannak. Tehát úgy értve, hogy csak nagyon szűk körben lehetne azt csak még átadni. Na, mindegy, menjünk tovább. Tehát lényeg az, hogy itt van egy olyan szervezet számodra, amely azt tudja eredményezni, hogy képes legyél olyan tudásra szert tenni. Hoppá, már túlmentem erre, hogy bejuthass az aranykorba. Tehát ennek az alapja az, hogy a jelenlegi életedben úgy tudj élni, hogyha jön egy probléma, képes legyél azt megoldani. Ne viseljen meg egy probléma. Érted? Átlásd a helyzetet. Megelőzz egy problémádat. Képes legyél célokat megvalósítani. Képes legyél arra, hogy bármilyen élethelyzetben a leghelyesebben cselekedni. Ezeken az életterületeken. És ha az ember erre képes, akkor nincs, ami megviselje. Érted? De szó szerint értsd. És ha nincs, ami megviselje, jó állapotban tud lenni. Olyan energiával, teli módon tud élni, amit mások nem. És mert ahhoz, hogy ide bekerülhessünk az aranykorba, itt van, ahhoz az kell, hogy magas rezgésű legyél. Érted? És megfelelő tudásod legyen különböző helyzetekre. Oké? És az alapja az, hogy ne add át az elnyomást. Érted? Tehát megtanuld az elnyomást kezelni. És ez most mindegy, hogy médián keresztüli elnyomásról van szó, vagy mindegy, hogy személyes elnyomásról van szó, tudjad kezelni. Érted? Tehát ne viseljen meg. Mindig, amikor életedben rossz hangulatba kerültél, bármikor rossz hangulatba kerültél, ahhoz képest, amiben éppen előtte voltál, tudni, hogy éppen kaptál egy elnyomást. Ez hold biztos. Érted? És ugye ez a kulcskérdés, hogy ezeket fogod-e tudni kezelni. Ha nem tanulsz itt, fölteszem a kérdést, hol fogod ezt megtanulni. Oké? Na most ez a szervezet az, ahol meg tudod tanulni megfizethetően. Bárki számára megfizethetően. Jó? Mert itt nem arról szól a történet, hogy az emberek meggazdagodjanak, vagy mit tudom én, mondjuk én meggazdagodjanak. Nem érdekelt soha pénz. Soha nem érdekelt. És nekem mindig az volt a furcsa, hogy az emberek mit összeveszködnek a pénzért. Azért sem érdekelt, nem azért, mert volt, akkor sem érdekelt, ha nem volt. Érted? Mert volt az életemben többször olyan, hogy nem volt. Hanem egyszerűen tudtam azt, hogy annyi, amennyire szükségünk lesz, annyi lesz. Érted? És miért? Mert sose voltam egy olyan ember, hogy az lett volna a legfontosabb, hogy pihenjek. Érted? Soha nem voltam olyan. Hanem nekem az volt a legfontosabb mindig, hogy tegyek valamit. Érted? Tehát, hogyha természetesen a pihenés is kell az embernek, de ha megnézed, ma egy olyan világban élünk, hogy mit hallasz a rádióban pénteken? Haj, de jó, már péntek van, hónap, szombat, vasárnap lehet menni pihenni. Nem? Vagy lehet pihenni otthon. Hát az is egy pihenés, az a lehet menni pihenni, tudod. Lehet menni kikapcsolódni, stb. Stb. Miért kellene kikapcsolódni, ha valamit szeretsz csinálni? Miért kellene kikapcsolódni belőle? Hát abból kellene kell kikapcsolódni, amit nem szeretsz, nem? Amit az ember szeret, abból nem kell kikapcsolódni. Jó? Tehát
ezért nincs szükség a pihenésre. Tehát én nagyon elfáradok mondjuk. Tudod, mennyi idő alatt tudok regenerálódni? Másfél óra alatt. Másfél óra alatt ugyanúgy toppan vagyok, mintha mit tudom én mennyit pihentem volna. Érted? Tehát nehogy azt higgyétek, hogy azért nem kell aludnom, de az egy más kérdés. Tehát ugye az alvás az embernek az egy szokása. És ha az ember megszokta az alvást, akkor aludni kell. De én ezt megfigyeltem magamon, hogy mondjuk csinálok egy mondjuk egy 6-8 órás képzést egyedül, és utána még mit tudom én akármi van, és mondjuk nem ettem el, csak reggel, tételezzük fel, és utána másfél óra alatt már ki is pihentem magam teljesen. Miért? Mert olyat csináltam, amit szeretek, érted? És olyat csinálok utána is, amit szeretek. Tehát az ember nem az, amit a legtöbb ember hisz saját magáról, hanem az ember sokkal több, és sokkal többre képes, érted? És sokkal másként működik, pozitívabban működik, mint amit az emberek el tudnak akár saját magukról, vagy más emberekről képzelni. Tehát az ember egy olyan lény, amely azt gondolja, hogy egyedül nem tud tenni semmit azért, hogy aranykor legyen. De hogy nem tudsz tenni? Ha fejleszted saját magadat, azt fogod észrevenni, hogy az életed megváltozik. Érted? Méghozzá mind az összes területe pozitív irányba. És tényleg olyan életet tudsz élni, amit egy embernek csupa nagybetűvel élnie kell. És nem olyat, amit éltek a szüleid, vagy bárki az őseid közül, vagy élnek a barátaid, érted? És kit érdekel, hogy más mit gondol az ember működéséről? Mikor az ember, én legalábbis személyesen már megtapasztaltam azokat a dolgokat, amiről most beszélek, vagy beszéltem. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a lebilincselő előadást. Megint elindultunk valannan, és eljutottunk egy egész fantasztikus témán keresztül, ugye ahhoz, hogy mi lesz majd velünk a jövőben. Aki most ugye először hallotta, annak lehet, hogy még sűrű is volt, tehát ajánlott visszahallgatni. A YouTube-ról is visszatott hallgatni, vagy még a weboldalon keresztül is visszatott hallgatni. Mit is adott nekünk a PPA? Ugye arról már beszéltünk a családi helyzetünkről. Azt lehet mondani, hogy olyan dolgokra hívta fel a figyelmet Szedlacsik Miklós személyesen és előadásokon keresztül, amikre azt sem tudtam, hogy érdeklődésem van, vagy léteznek ezek a témakörök, vagy egyáltalán gondom lehet ezekkel a dolgokkal. De talán párkapcsolat, család, életünkkel kapcsolatban anyagi problémák. Mert amit most felsoroltam, ez mind volt. Csak nem tudtam, azt hittem, hogy nagyon kafán csinálok mindent. Szoktam ezt más szóval is jellemezni, most ezt nem mondom. És amikor ugye elkezdtünk beszélgetni Miklóssal, hallgattuk az előadásokat, egymással is beszéltünk, hát ebből is van baj, avval is, az sem működik. Hát nem működik semmi. Az lett a vége. Amiket tanultunk, azt felejtsük el, kezdjük már újra, mert még az alapok is hibásak. És ezt így elkezdtük, egy 5 évvel ezelőtt elhatároztuk ugye a Ibolyával, a feleségemmel, és abból lett egy másik fajta élet, ami szerintem még csak az elején van, de már azt lehet mondani, hogy hú, hát nagyon jó élni a Földön, nagyon jó élet van. Most ezt látjátok ki fel egyébként, hogy mások ezt gondolják? Mert ezt itt a PPH-ba ma, mi a dátum? 22.03. 23. Azt mondom, hogy egy nagyon jó életet lehet élni a Földön. Mert átlátjuk a folyamatokat. Azt sem tudtam, hogy ilyet lehet csinálni 5 évvel ezelőtt, és meg lehet tenni. És ezt köszönöm is Szedlacsik Miklósnak. Mit tanácsolok másoknak? Nézzetek meg előadásokat. Ugye a végén szoktuk feltenni, hogyha tetszett az előadás, akkor gyere közénk. Nézzél előadásokat. Ha nem tetszett, akkor nézzél előadásokat. Most azt mondom, hogy nézzél még, mert nem biztos, hogy elsőre nem akadt a torkodon, amit itt hallottál. És ha meghallgatsz egy párat, lehet, hogy az lesz benned, hogy csak érdemes lenne itt szétnézni jobban. És ugye a
itt szervező hálózat van, tudsz magadnak keresni mentort, aki szimpatikus, beszélgethetsz vele Facebookon, felkeresed, válogathatsz köztük, és segítenek neked tanulóvá válni. Ibolya? Igen, most itt még álltam párom mellett, gondolkoztam, hogy mit is mondjak, mert annyi minden van tényleg, amiért most már el tudom azt mondani, amikor ide kerültem, akkor persze még nem igazán láttuk, hogy mit is fogunk mi itt kapni, hanem elkezdtük a tanulást. És a tanulás által persze az ember, legalábbis mi azért jöttünk tanulni, hogy azt építsük is be az életünkbe, ha már kapunk egy tudást. És itt valóban olyan módszereket kapunk, amit be tudsz építeni az életedben, és ezáltal is sokkal jobb életet tudunk élni. És teltek az idő, és mi úgy is tettük, hogy valóban változtattunk, ami tényes való, hogy nem egyszerű. Tehát, mint amit Miklós is itt a képzés során elmondta, hogy akkor lesz változás az életünkben, ha változtatunk. És azért talán nem is az, hogy nehéz, hanem az ember, én legalábbis amikor beszélgettünk, akkor arra jutottunk, hogy az ember dolgozik egy alkalmazotti létben, legtöbben abban dolgozunk, alkalmazotti létben, és olyan, mintha tényleg így, most itt az jut eszembe, hogy elbutulunk, és nem foglalkozunk avval, hogy tanuljunk. Jó, ez nekünk, megkapjuk havonta a fizetésünket, van házam, van családom, elmegyek nyaralni, eszem, iszom, és ebben megelégszik az ember. És én nekem ez nem volt elég, meg nekem mindig az volt, hogy ezért jöttünk ide le erre a földre. Azért adták meg nekünk azt a lehetőséget, hogy itt legyünk, hogy csak ennyi legyen. Tehát én nekem ennél sokkal többre volt, többet szerettem volna, szeretnék még ez most is megélni. És valóban a mai világban nagyon fontos az, hogy fejlesztjük magunkat lelkileg, mentálisan. Tehát enélkül nem fogunk a mai világban boldogulni. És a másik pedig az, hogy tényleg itt van a gyermekem, a családom, a párom, meg tényleg amit itt van az 10 életterület, ami fönt volt, hogy ha ezt nem tudjuk kezelni, az életünkben nem leszünk boldogak. Ezt már itt megtapasztalhatjuk meg, akik itt ülnek, jó páron ezt már tényleg tapasztalják, és tényleg így van. Nem tudod kezelni, nem fogunk tudni az életben boldogulni és boldogok lenni. Hát a másik pedig az, tehát párkapcsolatilag nekem ami tényleg a legfontosabb szerintem, hogy az embernek van párja, hogy úgy tudjuk egymást kezelni, hogy boldoguljunk az életben. Tehát ez nagyon óvatosan, fontos. Óvatosan kezeljük egymást. Óvatosan, igen. Igen, ezt most azért mondjam, mert nem mindig úgy viselkedtem valószínű vele. Hát én sem. Igen, ez tényleg volt mit javítanunk. Persze, amikor elkezdődött, akkor minden olyan szép és fényes volt. Aztán majd, amikor összeköltözik az ember, megismeri egymást, kezdi megismerni, akkor jönnek a problémák. És akkor jó, hogyha vannak megoldások, módszereid, hogy is kezeljük egymást. Meg a nekem, ami persze, amikor ide kerültünk, amikor elkezd az ember itt tanulni, igazából nem látod meg, hogy mennyi lehetőség van. Elsőként egyébként persze szerintem mindenkit a tanítás fog meg, mint ahogy minket is, és fogalmunk se volt arról, hogy mit lehet itt elérni, mit lehet itt megkapni. Mint mi is még dolgoztunk, tehát alkalmazotti lét is volt, meg családi vállalkozásunk volt, és abban dolgoztunk. És aztán majd kezdtük átlátni azt, hogy itt nem csak tanulni lehet, hanem itt kapsz egy olyan lehetőséget, ami a megélhetésed. És hát mi már valóban csak ebből élünk,
mi nekünk már van egy, alapítottunk egy KFT-t, és tudjátok, azáltal, hogy mi itt dolgozunk, és ebből élünk meg, egyszerűen sértetlen vagy. És pont beszéltük, azért is vagy sértetlen, mert olyan dolgot teszünk, amit az égiek nagyon támogatnak. A másik pedig az, hogy tehát itt mindent etikusan csinálsz. Tehát itt el van számolva a könyvelés, minden. Egyszerűen nincs, nem tudnak mivel. Tehát, hogy beléd kösne, vagy hogy mondjam. Tehát egyszerűen... Tudnak beléd kösne. Igen, igen. És, de ezt már itt többen elérték, hál' Istennek. És tudjátok, én ezt se gondoltam, hogy ez így fog menni. És másik ilyen hely, mi nagyon sok helyen voltunk képzésen, és egyszerűen így összerakva sehol nincs. Sehol nincs. Szedlecsik Miklós valóban nem hiába egy hatalmas tapasztalattal rendelkezik, és ő már nagyon sok mindent megtapasztalt, és ő úgy rakta ezt össze, hogy mi nekünk, akik ide jövünk tanulni, itt, amit csak még el se képzeltük, és nem is gondoltuk, hogy nekünk ilyen életünk lesz, amikor ide jöttünk, de szerintem nagyon sokan nem is tudják elképzelni még, hogy mit lehet itt kapni, és meg lehet kapni valóban. Nagyon jó. De nincs másik a Földön. Nincs. Nincs. Nincs az a tudás, az az ember és életismeretről való információ, amit kapunk. Tehát sehol nem kaptuk meg. Ez így van. Sehol. Tehát én azt üzenem azoknak az embereknek, akik már hallgatják, vagy most hallgatták először, ne csak az első részeket hallgassátok, hanem kezdjétek el a második részt is hallgatni, tehát váljatok tanulóvá. Mert a másik pedig az, hogy másik ilyen szervezet, ahol itt semmi kötelezettség nincsen. Tehát itt te magad fejlődsz. Tehát itt nincsen az, hogy neked most itt egyik az, hogy ezt a Szedlecsik Miklós alapította. Tehát ő meg ettől nincsen semmilyen háttér, támogató, vallás és politika mentesek vagyunk. Tehát egy teljesen független szervezet. Elkezded a tanulást, ha neked nem tetszik, akkor abba hagyod. Senki nem fog itt erőltetni neked semmit. De én azt mondom, hogy gyere és nézd meg, és hallgasd. És valóban, mint a párom is mondta, hogy először nekünk is, meg nekem is nagyon sok minden dolog betalált, sőt, még most is van, mert van mit változtatni, de az értünk van. Értem, értetek. És a mai világban nem fog menni az élet enélkül, a tudás nélkül, amit itt megkapunk Szedlecsik Miklóstól. Gyertek és nézzétek meg, én azt mondom egyébként. A másik pedig az, hogy a tandíj is tényleg egy megfizethető. Az első hónapban 19.700 forint, és a második hónaptól 9.800 forint a havi képzés. Tehát ez tényleg azt lehet mondani, hogy ez megfizethető. Mert máshol jóval többet kell fizetni a képzésekért. Máshol egy hétvégi tanfolyama sokszoros ennek. Hát ez így van, ez így van. Meg a másik az, amit ezt is ismétlem, és mindig elmondom, hogy a rendszeresség. Tehát máskülönben nem fogsz tudni fejlődni, változni, ha nincs az életedben az a rendszeresség, ami itt nálunk megvan. Meg még mindig azt tudom mondani egyébként, hogy itt úgy van felépítve, hogy nem vagy egyedül. Tehát kapsz egy vezetőt, kapsz egy mentort, akit bármikor hívhatsz. Ő már előtted jár tudásban, fejlettségben, mert hogy már ő itt tanul, és tud neked segíteni. Ha ő nem tud, akkor nekünk mindig itt van Szedlecsik Miklós, aki mindig segít nekünk. Meg hát a képzések is olyanok egyébként, hogy hallgatod a képzést, és megkapod a választ. Ez hihetetlen, de ez így működik nagyon sok esetben. Úgyhogy gyere és próbáld meg, mert nagyon jó közösség, nagyon jó a mesterünk. Tehát minden úgy össze van rakva, hogy egyszerűen nem találsz benne hibát. Mi is, amikor idejöttünk, akkor kerestük a hibákat.
Nem, nem találsz benne, nem fogsz hibát találni. A hiba az bennünk van. A vélt hibákat, úgy lehet mondani, hogy vélt hibákat igen. találsz, hogy persze, mert megint azt mondta meg ide, és akkor rájössz egy hét múlva, igen. nem, kívül van a hiba, belül van. Igen, 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 úgyhogy én így hirtelen ennyit szerettem volna elmondani. Most pedig a 25 perc szünet fog következni, aztán ugye kezdődik a tanítási része, ami a személyiségfejlesztő 6. hónapjában vagyunk éppen. Ugye benne vagyunk a számok bűvöletében jó mélyen, lehet tanulni belőle sok mindent magunkról is. Nagyon fontos egyébként. Hát már rengeteg. Azt hiszem, most harmadjára nézzük a számmisztikát, tele van új dolgokkal. Most ott tartunk, hogy ugye a páros számok bűvölete, meg minden, amit meg lehet tanulni belőle. Megint magamra ismerhettem egy pár dologban. Hál' Istennek volt benne pozitív is, úgyhogy annak örülhettem. Tehát 25 perc következik, mondjuk 40, és akkor, hogy van? Egészkor fogunk kezdeni. Akinek van lehetősége, csatlakozzon át, akinek nincs, az keressen egy mentort, hogy segítsen neki tovább menni ezen az úton. Mindenkinek további jó tanulást kívánok, köszönjük. Köszönjük szépen.